a halál egy filmnek szervező elve. A fő kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolni, hogy ez a technika, ez a széttöredezettség, hogy ez javára van a filmnek, vagy ez összeomlasztja a filmet. Sean Penn Naomi Watson van, mondjuk a 22. jelenet, majd a 23. jelenetben már a másik nővel. És Sean Pennnek adnék Oscar díjat, és megkapta. ho oh -oh. Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy pálsa vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. 21 gram. Alejandro González Inyárritu 2003. A büntetett előéletű, de jó útra tért Benicio del Tóró, agyongázol két kislányt és az apukájukat, hogy annak szívét megkapja Sompen, aki úgy dönt, ha már új szívével új életet kell kezdenie, felkeresi Donorja özvegyét, Naomi vacot, aki viszont igazságot szeretne szolgáltatni. Így pedig mindenki találkozhat mindenkivel legalább még egyszer. Szeressük egymást gyerekek. Uh -huh egy minden tudó elbeszélő elénk szerkeszti egy halálos baleset három túlélőjének múltját, jelenét és jövőjét. Ennyi? Ennyi. Vártam volna, Szabi, még legalább két tagmondatot. <laughs> De egyébként a te előtt te el kellett volna mondani, hogy lankasztás, lohasztás. Tehát például elmondtad az egész történetet. Kötelező volt, Sára Bocs. És akkor egyik komment előtt hoznám ide, vagy hogy mondják magyarul. Megjegyzéseket fűző. De, jó, egyik megjegyzéseket fűző ember megjegyzését hoznám ide. Ez bizony elveszi a kedves néző minden jó kedvét. Lehoz az életről. Bizony, ha egyszer csinálnánk egy órát a halálról, akkor lehetne ez mondjuk egy kilenc alkalomnak a nyitófilmje, Gyula. jól. Uh -huh, jó ötlet, mert hogy odavág, elgondolkodtad kicsit, átértékeled az életed a nap hátra levő részében, mert hogy mi újság van a halállal, szinte minden filmben van halál, ami micsoda érték, elvárás. A halál adja meg a történetnek a súlyát, tehát arról nem lehet egy filmet forgatni, hogy valaki ellopta az osztálypénzt, és akkor keressük a tettest, az olyan súlytalan. De Agatha Krisztiben is mindig egy gyilkosság van, nem mondjuk egy lopás. Amikor a... olyan filmet vetítettünk, vagy néztünk diákokkal, ahol nem volt halál, teljesen magukon kívül voltak. Itt azonban nem csak, hogy megesik egy halál, hanem van egy központi baleset, uh -huh. ami, ami azért fontos, megtörténik. De fontos, hogy nem gyilkosság, hanem baleset. Baleset, igen. Bár ilyen gondatlanság, meg azért előkerül vele kapcsolatban. Ugye a film kétharmadánál látjuk ezt a balesetet, és ez egy szervező elv a filmben. Tessék, nagypál első törvénye, a halál egy filmnek szervező elve. Jó, elfogadom, tehát az az egész film a halált járja körül. Haláltáncként, nem, ez nem biztos, hogy. De én is felírtam, hogy haláltánc. Oké. Okay. Mert ott keringenek, és, és önmaguk is fordulnak föl és le, tudni, hogy lejönnek a szerről, visszamennek a szerre. Uh -huh. És hát ehhez viszont szerintem az is kell, hogy a, a rendező Alejandro González Iñárritu. A továbbiakban Iñárritu Sándor. Legyen. Szóval, hogy ő mexikói, mm. és náluk a halál nem tabu téma, mint nálunk. Itt szúrjuk be a három amigot, Alfonso cuarón Guillermo del Toro-t, és Alejandro González így állított, ők szögezik fel a mexikói filmművészetet a térképre, rögtön te kiavítasz, hogy ezt már Luis Buñuel, spanyol rendező, megtette mexikói filmjeivel. És nekem most írtan eszembe jutott a Kokó című animációs vagy rajzfilm, ami úgy szintén mexikóiként olyan bátran és, és kedvesen járta körül a témát. Akkor félreértelmezések egy sorozatunkban kell megjegyezni, ez az első angol nyelvű filmje, a nagy Amerikában játszódik, sőt, Benicio del Toro egy nem latinó szereplőt játszik, volt olyan elemző, aki azt próbálta megérteni, hogy vajon Amerikáról szól-e az a film, vagy arról, ahogyan egy mexikói rendező látja Amerikát, sőt, még azt is megengedte magának, hogy először tisztáznia kéne magában Inyárritunak, hogy mit gondol Amerikáról. Az amerikai álomról szólt igazából az a film. Na most, amikor elkezdtem olvasni a cikkeket, kritikákat, lesokkolva szottyat le a kedvem, mert hogy nem mertek határozott állításokat tenni, még a nagy Roger Ebert sem, aki általában szokott, vagy a nagy Berardinelli, félve a spoilerektől és lankasztásoktól. Ebben igazad van, viszont kibontakozott a félistenek háborúja, Roger Ebert versus James Berardinelli. Mert ha... hogy Ebertnek nem a kedvenc filmje, sőt. De nem is ez a baj, hanem a fő kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolni, hogy ez a technika ez a széttöredezettség, ez az össze-vissza dobálása idősíkoknak, szereplőknek, legalább 15 percig el vagyunk veszve, hogy most akkor ezzel a csajjal jár, vagy azzal a csajjal jár, miért néz ki a lepukkantan, miért olyan egészséges, és egymást váltják a idősíkok, meg a, egy háromszor három, tehát három szereplőnek uh -huh. múlt jelene jövője, hogy ez javára van a filmnek, vagy ez összeomlasztja a filmet, ez a nagy kérdés. Most válaszolsz erre, Szabi, vagy az adás végén. Nekem van válaszom, de mit válaszol Roger Ebert? Azt mondja, hogy egy szuper a történet, fantasztikus, csodálatos, Beszélünk is a történetről. Sokkal jobb lett volna, egyébként kronológikusan forgatták le, utána vagdosták össze-vissza, sokkal jobb lett volna úgy levetíteni, ahogy van. Elvonja a figyelmünket, mondja. Ezzel Ilyen. szemben? Ezzel szemben azt mondja, hogy oh, ho, oh, oh, a 21. században járunk, amikor ez a nemzedék, már nem tudom követni az abc hol tartunk, ez a mobiltelefon simogató, képernyő simogató nemzedék, akik nem bírnak 2,3 másodpercnél hosszabban figyelmi valami, valamire. Na most, ha így nézed ezt a filmet, Gyula, hogy közben az e-mailjeidet is csekkolod, és a Facebookon is posztolsz, semmit nem S fog fogsz sincs. Így viszont, tehát hogy nekem azért volt annyi előnyöm veled szemben, hogy én már láttam ezt a filmet. És akkor te tudtál posztolni. Most. És én közben abszolút <laughs> Facebookot tudtam nyomogatni, meg tekergetni. Egyébként ez a Berardinelni másik érve, hogy kötelezően megnézed újra. É, é, és, és, akkor így így. Az, és, akkor itt jön az, és akkor itt az, hogy a mementóhoz is szokták mm. hasonlítani. Ugye Marca ott történt klugja. az, azt, nekem jobban összeállt a harcosok klubja. Igen, de hogy másodszorra is. megnézed, Jó, és biztos. elképzeled, hogy Igen. másképp. De a mementót az, abból semmit nem értettem, Jó. csak éreztem. Itt azért összeáll, én úgy nézegettem, hát tényleg nagyon pörögnek a jelenetek, de hogy a 37. percre, ami a filmnek... Hát két órás a film, az első Mégire. harmadára. Uh -huh. Tehát itt van egy kulcsfontosságú első harmad, amikor így a puzzle-t vagy Ki kirakóst, a kirakóst kirakjuk. De szerintem nem reménytelen a, a mi helyzetünk, és utána már abszolút élvezzük ezt a helyzetet. Tehát utána már csak csiszolások vannak az egész művön, vagy az értelmezésen. De akkor ez a mai nemzedék filmje, most még lovagolva a veszélyparipámon, tehát ez a mai, a mai fiatalok milyen szörnyűek, tehát ők nem szeretik, a szájuk barátják a dolgokat egyenes vonalúan, linárisan, hanem interaktívan szeretik a nekem dolgokat, ez azért nagy... egy interaktív film. Jó, de nekem van egy ilyen felvetésem, hogy szerintem, Onnantól kezdve, hogy három történetszál van, én mm. nem is nagyon értem, hogy ezt hogyan lehetne linárisan megcsinálni. Ó, ez szép. Hát legalább összenyalábolódik, mint a budai villamosok fordulnak szóval a három történetszál. Gyönyörű. Szóval a kulcs szó még egyszer, az egyik az az időcsavarás. Az fontos elmondani, hogy a rendező az nagyon-nagyon ott van a magyar irodalomban, és például Ady Endre költészete is hatott rá, minden egész eltörött. De majd vagy akár az első jelenet, ahol sompen, mesztelenül, még akkor nem is látjuk, hogy kivel fekszik egy ágyban. Reméljük, hogy egy nővel. Igen, és hát uh, itt meg Szabó Lőrincet idézi a rendező. Nem nyúlok sem hozzá... egészen. Nem, nem. Nem nyúlok hozzá, csak nézem, hogy szól. Ez szép, ez szép. A szerkezetre lehet, hogy még egyszer visszatérünk. Nem egyszer. A... Tehát ez iszonyú tragikus három történet. Képzeld el, elolvastam életem legrosszabb filmelemzését. Mesélj, miért volt az olyan rossz? A nevet azt, hogy nem is hoznám ide, különösen. De vagy... magyar, nem magyar volt. Nem, nem. Szándékosan, gyorsan elfejtettem. Ez egy marxista elemző volt, innen is szeretett Aki a léleknél megállt. Pontosan, tehát azt mondja, hogy miért ne, hogy itt van három társadalmi osztály, és akkor a három szereplő családja három különböző társadalmi osztályba tartozik. De ez még eddig jó is lehetne. És hogy így, talán igen, de aztán az elemzés nem termékeny, és az ezt mondja a filmről is, tehát hogy ebből nem hoz ki semmit, hogy akkor most a tőkések kit zsákmányolnak ki, meg ki a proletariátus, meg hol jön a forradalom, és hogy egy, ez egy nagy elvesztegetett lehetőség, és ehelyett ugye egy nem létező istenről szóló hagymázas Mindenki a lélekbevalásába menekül. Nem is tudjuk elképzelni, <laughs> milyen lehet így élni. Egyébként ez, ez sok szempontból fontos, hogy ez egy, ez egy katolikus rendezőnek a műve, uh -huh. és ez majd, tehát, hogy itt például a, az élet az a, az a magzattal elkezdődik. Én is így láttam, és az ő kapcsolatuk és az, az egy magzatelhajtással kapcsolatban Igen. megy tönkre. És majd erre lehet, hogy később utalnék. Bár nem érvel a Champagne Istennel, szerintem így megundorodik a nőtől. Ugye ez a, meg, vagy nem akartak félbeszakítani, ez a megszállottságok filmje is, és amilyen szállottan akar gyereket a nő, nagyon adult Na szabadult jaj. meg ugyanettől a férfitől két évvel ezelőtt a gyerekét. Oké, okay, de akkor egy picit nézzük meg, ugye Charlotte Gainsbourg játssza ezt a nőcint, és nekem ott van egy nagy kérdésem, hogy eleve hány éves a nő? Oké, okay, a színésznő az 32 ekkoriban, de Juh. inkább egy ilyen 35 fölöttnek érezzük. Igen. Mióta vannak együtt? Hány évig ápolta? Én azt gondolom, hogy egy 35 éves nőnek joga van a gyerekhez, és azért az nagyon nem szép dolog, ha mondjuk ők együtt voltak 8 évig, akkor a, a pasi egyszer csak, amikor a nő 35 éves, akkor lelép, hogy Hello, nem vagyok szerelmes, meg haragszom rád. Tehát nekem is ez az, az első gondolat, hogy a nő megszállott, de szerintem Mindenki annak alapján jó, de annak alapján, hogy kitartott som mellett, meg hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideje vannak együtt, meg nem tudjuk, hogy hány éves, ez szerintem beleférhet. Szerintem a magzatállítás nem a... teológiai erkölcsi szempontból kerül elő, hanem a halál is az élet Igen, igen, igen. Azért nem tudja megbocsátani a férfi, mert hiszen erről szól a történetünk, neki mindjárt szívát lesz, haldoklik, Olyan értelemben... mesterséges is egy gyereket akarnak, akkor minek abortált egy magzatot? És nem csak azt, hanem erről a férfi nem tudott. Tehát igen. akkor már inkább az a gáz, hogy itt csak az ő akarata érvényesül, arról, hogy megszülessen a gyerek, vagy hogy meghajjon az a gyerek. Hát, meg ez az élet fölötti önkényes rendelkezés, ez, ez zavarja őt, egyébként a haldoklásánál is. Tehát, hogy csak megnyújtják a haldoklását, ezt tudja az orvostudomány, vagy tényleg új életet tud kapni. Aha, nekem a zene az nagyon erős volt. Igen, igen. és hangulat zene, lassú. Hangulat -zene és, és, és kevés melódia és szerintem ennek köszönhető, hogy nem csúszik át az egész film, ami nagyon benne van, hogy melodráma legyen. <laughs> ez jó. És ez Szánta Olájának, az argentin zeneszerzőnek köszönhető, nagyon takarékosan használja a muzsikát. A másik nyilván az operatőrnek a nevét, biztos te fogod mondani. Igen, Rodrigo Prieto, nekem mélyebb a hangom, és Igen. segítségünkre siet, Tudni, hogy zavarodottan állunk, hogy most melyik, mikor történt, előbb-utóbb, és három színskálát De film. ezt, ezt Nyilván csak áll. az veszi észre, aki moziban nézi meg ezt a filmet. A kis laptopodon ezt azért nem biztos, hogy ezt kiszűröd. Tehát a... érdemes ezt moziban nézni. A sangliánnál a hideg színek, a deltorónál a meleg színek, a nőnél pedig a semleges színek. Aha. Játszanak. És ahogy bonyolodik az élethelyzetük, egyre nehezebb döntésekbe kerülnek, az életegyensúlyuk megbomlik, úgy lesz egyre szemcsésebb. Az Igen, az nekem is feltűnt, hogy most elromlott az anyaga annak a filmnek, de nem, ez tudatos döntés volt. És akkor van még két dolog egyrészt bizonyára mindenkinek föltűnt, aki a moziban látta, hogy időnként nehéz volt már követni a filmet, mert hogy kézikamerás a Igen. nagy része, illetve a kézikamerát viszont nagyon tudatosan használják, tehát nem csak ott imbolyok, hanem fejről fejre, nagyon szépen megkomponáltak ezek a jelenetek. És van még, ami, ami a te kedvenc témád, Igen, nem? Igen, az elhagyatottság szöge. Ez Egy mi lehet, Szabi? Házi feladat, találjátok ilyet a filmben. De ezt meg kell nézni újra a moziban. Így van, akár harmadszorra is, de másodszorra ugye nem ezért, de harmadszorra ezért. A széles képben a sarokban van a főszereplőnk, pici alak, és, és, elhagyatott, magányos, és, mi, és mi nézők is kicsinek és magányosnak érezzük magunkat ezeknél a jeleneteknél. Tehát el. akkor mehet -e az Oscar díj az operatőrnek? Igen, de nem kapta. De nem én, én adnék Oscar díjat is. Megkapta? Megkapta! Meg kapta. Csak nem ne a film. Nagy volt a verseny, mert önmagával versenyzett Sompenn. De sokan azt mondják, hogy ezzel a filmmel kellett volna nyernie. Egyik, egyik Oscar díjat sem ez a film hozta el. A titok titokzatos folyó ért nyerte, Clint Ami olyan film, három. hogy megérne egy elemzést. Egyszer beszélnünk kéne róla. De ennek a filmnek... És hogy a, tehát, hogy első és második helyen is az évben a legjobb főszereplő nem a díj szerint, hanem a kritikusok, meg mi szerintünk, Sean Penn végze. Volt ilyen év, színész királya kell avatnunk, Sean. Aztán van egy film, amit már nagyon régóta szeretnék megnézni, az elveszett jelentés, <laughs> Sofia coppola az hozza a for legjobb forgatókönyvet, pedig szerintem azért az erősebb forgatókönyv. Azért ez jó, és még nem mondtuk ki a nevét, mert te eddig kerülgetted, Guillermo Arriaga, tehát Arriaga Vilmos, Most van. és ráadásul a három főszereplőnek külön-külön adták oda az ő részleteit, nagyon és fontos. halvány nem volt, hogy a többiekkel mi történik az Ez jó. A címről végül is már beszéltünk, vagy nem? Nem, csak kint, a, a adáson kívül, Igen. tehát ez a, legjobb... a világ egyik legjobb film nem? És egy évszámot kérdeztél tőlem, és én tudtam a választ. Ezeken 1907. De hát ez minden néző. Az Antant létrejött a... teljes, teljessé válása. Akkor döbbennek rá egy tudós méricskéli a haldoklókat és a halottakat, Igen. és az jön ki eredményként, hogy 21 gramma különbség. Én Tényleg ide... olyan jó film cím ez? Tehát, hogy amikor te elolvasod, akkor elke... vagy azért jó, nem, hogy elkezdünk gondolkodni, hogy mi a franc 21. Én nekem a Mielka az egy sora sorra jutott eszembe, Igen. természetesen. Vagy egy kolibri. Igen, de hogy az emberi létezésnek a súlya ez a 21 g. a léleknek. Igen. A léleknek, de lé, az emberi de... a lé, létezésé is, nem? Jó, ez, ez mind tetszik, meg talán a bűntudaté is, itt már a metaforák világában vagyunk, ez a kísérlet ugyanis teljesen fals. Tehát ez de ez aztán rosszul állítólag... nem ez jött ezt, ki, stb. De aztán kijött újra. Ne erről, hogy így. Már el. Viszont arról vitatkoztunk szintén kint, úgyhogy ezt most akkor nem is folytatom. De szóval arról vitatkoztunk, hogy mi legyen a következő film. Igen, de akkor előkaptad a revolveredet, én megbotlottam vele, és Itt lesz egy, itt egy magamat. Mert hogy a spanyolul mondjam, vagy mexikóiul az Amores Perros legyen, mm. vagy pedig a Babel legyen a következő. Film. Ez a halál trilógiája. Kortszerelmek és a bábek között helyezkedik el a mostani filmünk 21 gram Jó. Halál, halálnál tartom. Na most nézzük a műfajokat. Milyen műfajú ez a film? Térkép. Érzem, a térkép. Milyen műfajú? Spirál. Ez a kedvenced a spirál, nem? Nagyon tetszik, igen. Tehát, hogy haladsz, én... és erről még egy versed is van, vagy aforizmád. Ez már három adásban elsőt. Tehát... Igen, most nem. Most nem tudjuk Figyelj, én tragédia, is. görög tragédia. Görög sors tragédia, csak sűrűbben. Tehát akkor a kereszténységnek és a pogánygörökségnek újra, már nem első film, határvidékén vagyunk. Tehát itt ugye kereszténység van emlegetve állandóan, megváltás, bűntudat, vezeklés, gyónás, igazságosság, stb. De hát a szerkezete azért görög tragédia, tehát a, ami történik velük, azért általában nem felelősek. És hiába felelősen kijönnek belőle, újra visszahullanak a saját sorsukba, mint egy görög tragédiában. És mi meg nyilván együtt érzünk, és még a katalzist is átélhetjük. Ez akkor már arra, hogy az ember az egy reménygyártó állat, és ebben a filmben szemben a korcszerelmekkel jelen van a remény. És a remény egyik hordozója az, nagy pár törvénye, hogy rokon nekünk a szereplők. Mindegyik, bár egyik sem makulátlan, sőt. Sőt, de az egyik beleszerettünk. Abszolút. Na, mi a... ő, 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 ő teszi, adja a filmet, írja az egyik kritikus. egyet érteni, de persze sem. Jó, osz. akkor érts ezzel egyet. Itt közben nem tudom, mert, mert, mert szerintem meg nem ő, hanem a sompen, De nyilván kellett azért a női energia is. Egyébként volt egy jelenet, ahol, egy jelenet, ahol igen, a, a sompen arra búzította Neomit, hogy ö, keményen üssen meg. Ugye amikor Igen, van a színész, a szél... és tényleg meg is üti. Akkor már az a módszeres színészetnél tartunk. Nem ezt a akartad, hanem azt, amikor közlik vele a telefonban, hogy szeretett drága férje és két kicsi leánya balesetet szenvedett, az a színészi játék, az varázslatos. Egyébként a háttérben ott áll a nővére, amit a nővére mutat, az is fantasztikus. Ezt újra nézem akkor. Ami engem nagyon megfogott, körülbelül a film közepén, amikor hazaviszi Sean Penn naomi autóval, és ahogy például ott is a zene megszólal, illetve nem csak a jeleneteket emelném ki, hanem a jelenetek közöttiséget, vagy a jelenetek egymás utániságát, például amikor bemegy a kórházba, nagy sóhaj a portásnál, nem lesz semmi baj, és mi már tudjuk, ő még nem és akkor egy keresztény buliba csöppenünk. <laughs> Ahová viszont még nem érkezett meg a születésnapos, és nem igazán nem is fog megérkezni. Vagy van egy másik, hát ami nem menük... úgy fog megérkezni. Igen. Vagy egy másik dolog, amit kiemelnék, hogy Sean Penn Naomi Váccal van, mondjuk a 22. jelenet, majd a 23. jelenetben már a másik nővel van. És akkor most kivel jár? És akkor minket ez teljesen összezavar, de aztán csak összerakjuk valahogy. Nekem fontos témám, próbálom először blaszfém módon előadni, tehát ezt a filmet ezt Isten rendezte. Isten uh -huh. egyébként is kívül áll az időn az időző teremtménye, őre nem vonatkoznak az idő törvényei, és ezért mint egy filmszalagot nézi a világot. És most itt ez a nagy rendező, az Isten, ez össze ezt a filmszalagot, legalábbis ezt a rövid részét, ezt a nem tudsz, hány óra alatt játszott, fél év, vagy egy év, vagy. Az egész történet Igen. milyen hosszú? Hát az egyik csomó pont az az, amikor ő 15 napig távol van, azt tuti. van ez. De igazából így. szerintem egy hónapon belül simán okay. lehetünk. Ez van, ez a része a világtörténelmnek, és ennek a földönyének össze van. Jó, nem szabdalva. biztos, mert kiengedik a torót, és akkor az, azért az valószínűleg idő. Igen, bár ott csak vizsgálati fogságban van. Aha. Na, de hogy ez a ö, olyan, mintha végben menne egy ilyen szörnyű görög sörstragédia, mm. és hogy ezután így föltakarítaná a padlót a rendező, az Isten, vagy pedig az első begyomásunk az az, hogy ez egy ilyen emlékezett, zavaros Isten, ö, hogy próbálja összerakni a darabkáit a történetnek. Viszont az én állításom az az, hogy amikor negyedszerre újra nézitek a filmet, akkor van egy logikája, tehát nem az időbeliség, azt értjük, de hogy miért, az, miért ez a jelenet követi, miért azt a jelenetet, mm. miért az, miért az, te azt mondtad, hogy térkép, de ez nem csak egy összezavart térkép, hanem ez egy káoszból el is rendezett világ. Kozmoszá vált. A, mm. <laughs> a figurákra egy vessünk már pár pillantást. Egyrészt nekem a Sompennél az volt a kérdésem, hogy miért dohányzik a halálos beteg, illetve amikor már megvan az új szíve, akkor miért dohányzik? Főleg, miért roncsolom, a nem az én szívemet? Mert megszállott, és mindannyian megszállottak vagyunk. Jó. Önsorsrontás, en... önrombolás. Akkor a végén nekem úgy tűnt, hogy megöli magát, ugye? Én, a... én, nekem is úgy tűnt, hogy ő direkt lő. Én azt olvastam a csomó leírásban, hogy véletlenül megbotlik, és véletlenül magába lő. És azért, mert hogy nagy, túl nagy szenvedése járna meghalni. nekem ott egy picit az ott sántikált az a jelenet ott. Ez a sokkal jelenet ég... sántikált, elolvasnám a forgatókönyvet, tehát hogy ott mi van, Aha. vagy akkor megszavaztatnánk a Nézőket. Bár nagyon sokáig tényleg nem tudjuk azt, hogy ott most valójában mi történt. Először azt hisszük, hogy, hogy őt ölte meg, vagy őt lőtte meg a toró, aztán utána azt, hogy ő öli meg a torót, aztán, hogy mellélő, és aztán ez például nagyon izgalmas, ahogy kitisztul ennél a jelenetnél. Már amennyire kitisztult. Hát igen, de hogy ugye a szív az egy központi metaforával emelkedik, hiszen a champagne szívéről van szó, illetve a Naomi Watts férjének szívéről van szó, és szívát tültetésről, lankasztás, lohasztás. Tehát ha azt lőtte volna át, azt a szívet, ami a hármukat összeköti, mert ugye a balesetet okozza a Benicio del tehát az az lett de azt volna. Lövi át. Egy... De. Nem a vállát lövi át? Nem, nem, szerintem a szívét. De Na, hát amikor... jó, akkor ezt megoldottad, a, vagy megválaszoltad a nagy kérdést. És vajon miért lövjárt, ugye addigra ő már bosszúszomjas gyűlölettel teli ember, aki gyilkosságot kísér? De én, nem ezt, nem ére... én ezt nem éreztem. Én ezt nem éreztem, ő nem akarja, ő nem igazán Ő a nővel való szolidaritásból akkor szeretné. Ő bosszúszomjas, ő meg segít. hajtaná, de annyira mégse hajtaná végre. Talán azért megy, hogy ne a nő tegye ezt a dolgot mert annyira szereti a nőt. De és mit elvégzik, az elvégzem magamban. És ez a szeretet is ugye, mert hogy ezek szépek szerintem, tehát a férj is szereti a nőt azzal a szívvel, és az átültetett szívvel is szereti a nőt. Nekem közben az volt a kérdés, hogy de miért dobódik ki az új szív? Jó, ez minek de... a szimbóluma például? Hát példa? így van, de én ezt értem. Hányik össze-vissza, tehát az, az, kidobja ki a teste, lehet, hogy nem megfelelően viselítette, lehet, hogy nem a nő elcsábítására kellett volna használni ezt a szívet, vagy lehet, hogy nem a, a baleset okozójának, aki egy bűnbánó ember, annak a meggyilkolására kéne használni a dobogó szívet. Szép. Na Nézzük a nőt, ne mit, így kell ejteni, ugye? Marc Noémi. Igen. Igen. Szóval, hogy tényleg azt tudjuk, érezzük, hogy egyrészt ez bárkivel megtörténhet minden irányból, másrésztről tényleg azt gondoljuk, hogy innen nem lehet felállni. Ugyanakkor meg az élet tovább megy, és ezt sokszorosan hangsúlyozva van. És akkor ez is a remény egyik gyönyörű jelenet, amikor a gyermekei játékait tisztogatja a szív -szívfánydító Szívfánydító. Jelent, akik máshol sem jönnek. És akkor nyilván ezen gondolkodunk, hogy van-e egy ukrán katonával, hallottam ezt az interjút, hogy hogy amikor azt mondja, hogy mindez hozzá lehet szokni, a háborúhoz is hozzá lehet szokni, és majd a békéhez is hozzá fogunk szokni. Isten adja nekik a békét. És nekem az is nagyon tetszett a Naomi-val kapcsolatosan, amilyen, ahogy, hogy milyen szépen mutatja, hogy hát hiába ez az új szerelem, és akkor ez lehetne ilyen melodráma, megint csak, de az élet soha nem lesz az a régi boldog élet, de működő élet még lehet. Az... Ez, ez egy elég reménytelen mondat volt. Jó, de hát a film mégis egy gyermekvállalással, sőt, tessék, provokálnak, szerintem mind a két nő, ugye, akit elhagyott nő, az, az megkapta az ő örökítő anyagát, tehát az mesterséges megtermékenyítéssel tud állapotos lenni. Hát... Az előző nő. És ez a nő, ez meg állapotos is lesz. Ezzel ér véget a ugye? film. Tehát két nő is várja az ő gyerekét. A champagne megsokszorozódik. sokszorozódik. E, jó, ez szép, benne van a pakliban, igen. Jó, akkor mindenképpen még a toróra térjünk ki, hogy neki hány élete van. Ugye? Így van, igen. Első az a régi bűnöző. Aztán a megtért keresztény, itt az fontos, hogy abszolút szerethető, azonosulhatunk vele. Bár kicsit funki. Furc, furcsa keresztény, ahogy a értelmez egy-két dolgot, és aztán jön a háromszoros gyilkos bizonyos értelemben. Hát bizonyos értelemben ő, ő, ő ugye árulásnak éli meg, hogy ő hmm. már megtért, tehát ő letette az asztalra, ami a paktumban, Isten ember paktumban kell, akkor miért bünteti őt Isten egy ilyen véletlen baleset? És ebben a köztes állapotban, köztes kereszténységében tűnt fel nekem, mint a három stigmája lenne. Egy, tetkók, amik miatt kirúgják a golfklubból. Kettő, ahogyan értelmezi a Bibliát, egyfajta kognitív stigma, és emiatt, mintha nem lehetne jó keresztény, és a harmadik, az pedig ilyen sorsbeli stigma, amikor elgázolja a férfit, meg a két kislányt, mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Ez szép, és még a marxista elemzőnk is örül ennek a gondolatnak itt most, hogy a társadalmi osztályok. De akkor viszont visszakanyarodnék, hogy lehet, hogy mindegyiknek van stigmája. Én, vagy... én, én személyes démonoknak nevezném, ugyanarról beszélünk, tehát hogy mindenki a személyes démonjairól. A alakul, nőnek ugye az, hogy ő... Drogos volt, Ugyan. és ebből kihozta a, a, gyere, a család, meg a férje, és a, 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 a sompennek is. meg mi, az neki meg a halhál, a démona. A halál, a, halál a halál körül van, ott még láttam egy metaforát, hogy ő matematikus, miközben a film az arról szól, hogy nem számolhatjuk ki a végzetet, és rögtön ellent is mondok magamnak, arról hisz szól a film, hogy van egy rendező, kvázi Isten, aki viszont kiszámolhatja, hogy a suspenseben, tehát a felfüggesztésben hogyan adagolja az adatokat. Ez a film, ez, ez a a filmje, mindig a rendezőknek ja, kell, ja. hogy mi az, amit igen. már tudunk, mi az, amit jobban tudunk már, mint a szereplők, hiszen az előbb láttuk a jövőjüket, és mi az, amit mi még nem tudunk, de ők már igen. Uh -huh. Na, és akkor nekem még itt a, a Tórónál az egy fontos pillanat, hogy hogy még csak rossz döntés sem hozott. És ez megint fontos, hogy ez bárkivel megtörténhet. Aki autót vezetett, az biztos hozott rossz döntést. Itt ugye mondtad, hogy gondatlan emberülés, Akár. És De hogy azzal sem feltétlenül hozott. Aztán kiderül végén, vagy nem a végén, hanem a film közepe után, hogy ő, ha kiszállt volna, akkor az egyik kislányt megmenthette volna. Zárójel, én megértem azokat, akik elhajtanak mert szerintem ilyenkor nagyon sok esetben az emberben ilyen nagyon-nagyon ősi reflexek működnek. Igen, de onnantól már felelős. Tehát Jó, már de már oké, de az, hogy visszamegy, az, az, nekem más szempontból meg azért rendbe rakja. Még azon gondolkodtam, hogy az ő életét hogyan lehet újra kezdeni, menjen elvezekelni egy kórház haldoklói közé. Azt, jó, de mi az utolsó kép? Az, hogy visszamegy a családjához. Tessék, akkor újra a reményfilmje. az a család, az rendbe jön. Hát a rendbe jön, azt ér Értem, hogy azt vállalja föl, hogy inkább a gyerekeivel marad és neveli őket. Őt ugye kétszer is ki, Ő mindig uh -huh. börtönbe akar kerülni, de kétszer is kiengedi Igen. bizonyítottság. Hiány... meghalni is többször szeretne, de az se jön neki össze. Tehát ott, ott még őt fölvállalja a kötelezettségét, és így vezek el. Ami még gondolkodtam, hogy ha sors és szabad akarat témában, mintha hogy mindenkinek sorsa lenne, senkinek sem szabad akarat. A Tórónál látjuk egyértelműen, Sóna, hogy megkapja a szívet, de Neominál is, ahogy mindent elveszít, és aztán rajta kívüli tényezők miatt visszatér hozzá az élet, a társ és az utód. Én a szabadságokat a szeretet döntéseikben látom, újra és újra fölvállalni a szeretet lehetőségét. Mert amikor rájuk égett a vesztesség, a kukoricaföldjeik újra zöldek lettek. 21 gram Alejandro González Inyárritu 2003. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.